Bánya 50 címmel fél évszázados jubileumát ünnepelte a kőbányai Janikovszkijeva általános iskola. Ma egy nagyon komoly 50. születésnapot ünnepelünk. Mennyivel előbb kezdték el az iskola születésnapi ünnepségének a szervezését? Mennyivel előbb kell egy ilyen eseményt elkezdeni? Már a tanév elején munkatervünkben rögzítettük, hogy milyen programokat szeretnénk, és hát többé-kevésbé sikerült is ezeket megvalósítani. Sajnos ugye a nagy leterheltség, a pedagógiai munka fontossága olykor-olykor azt kívánta tőlünk, hogy engedjünk el bizonyos programokat, de a mai gála ez a csúcspont, a betetőzés ennek a jubileumi évnek, úgyhogy erre is külön nagyon sokat készültünk. Ez pontosan most a mai rendezvényen mi minden, ami biztos, hogy lesz? A mai rendezvényen szeretnénk bemutatni a jelen Janikovszki iskoláját, tehát a jelenlegi tanulóink, akik bizonyos programjainkban tanulnak, ők fogják megmutatni a tehetségüket, kiválóságukat, tehát például angol prózát is fogunk hallani, elsőseink angolul énekelnek, a C-osztályainkban tanulók egy sakkos táncot mutatnak be, hiszen ott a sakkpalotta a programunk működik, valamint dráma és tánc programunk is, a tánc különösen, hiszen az nagy hangsúlyt kap, több műsorszám is lesz ebben a kategóriában. 2:30 és 3:45 között a mai délutánon köszönjük Kőbánya polgármesterének, aki biztosította, hogy a Bánya utca 32 szám alatti épület nyitva legyen, és az egykori diákok, tanárok megnézhessék az épületet, ahova jártak. Nagy élvezettel jártam körül én magam is, és láttam a régieket is, hogy milyen szeretettel emlékeztek, hogy melyik teremben éppen mi történt. Nagyon nehéz volt megtalálni régi diákokat, mondjuk manapság ugye a különböző internetes közösségi oldalak nagy segítséget nyújtanak, de gondolom elég komoly kutatómunka előzte meg ezt. Valóban maga a Facebookos felület az nagy segítséget adott, tehát ott egy csoport szerveződött, akik a Bánya utcába jártak. Van olyan kolléganőnk, akinek szintén szívügye ez a felület, és ő kezdetek óta a Bánya utca iskolában tanított, tehát pályakezdőként kezdett ott dolgozni, és ő fogta össze ezt az egészet, és nagyon-nagyon sokan megtaláltak minket, és most is itt lesznek a gála műsora. Ha jól értem, akkor van egész biztosan egy kolléganő, aki van, aki a kezdetektől fogva máig tanított és tanít. Ő van egyedül, vagy van esetleg még valaki, aki szintén ilyen hosszú ideje tanít az iskolában? Ő van egyedül, aki ennyire. Többen vagyunk, akik ilyen 20-30 éves. Bocsánat, még van egy kolléganőnk, ő is a kezdetektől. Ő úgy volt a kezdetektől pedagógus, hogy korábban diákként is a Bánya utcába járt. Több ilyen is van, aki egyébként korábban diák volt, és most jelenleg tanít, vagy korábban tanított? Ez milyen gyakori vajon? Hát szerintem úgy egyszer-egyszer fordul elő, tehát ez tömegesen nyilván nem. Gondolom az 50 év alkalmával, de nyilván egész év alatt, hiszen ez egy jubileumi év, visszatekintettek kicsit a múltba, és hogy nagyjából hogy alakult ennek az épületnek a története. Ugye az épület, de nem csak az épület, hanem azok a személyek, akik megtöltötték élettel. Igen, maga ugye az épület első tanéve 1968-69-ben indult, akkor is már 8. osztály is indult, annyi gyerek volt itt a környéken. Itt a névsorok is, éppen most olvastam el őket, hogy kik voltak az elsősök és a 8-osok 1968-69-ben. Így a kőbányai iskolák között mindig volt a pedagógusok között egyfajta átjárás, úgy idézőjelesen, tehát többen vannak, akik más iskolákban is tanítottak itt Kőbányán, és nagy szeretettel fogadjuk őket. Sikerült olyat is felkutatni, ő sajnos már nem tud eljönni, aki 93 éves, és még a Bánya utca iskolában dolgozott pedagógusként. És akkor idézzük fel, hogy az iskolának ugye a névadója Janikovszkijeva, és az ő fia, ha minden igaz, a mai napon itt lesz. Ez így van-e valóban? Igen, tehát Janikovszki János is megtiszteli a rendezvényünket. Ő egy díjátadóról érkezik, a Janikovszkijeva meseíró pályázatról érkezik ide. Úgyhogy ő egyébként mindig szívügyének érezte a mi iskolánkat is, és a programjainkon azért igyekszik ott lenni, de nyilván ő is elfoglalt ember, de kértük, hogy erre a jeles évfordulóra oldja meg, hogy eljön. Ugye nyilván az 50 év az egyfajta visszatekintés, múltidézés, aztán pedig a jövőben kell nézni, melyek az elkövetkezendő tervek, az elkövetkezendő minimum 50 évben.
Az iskolánk azért nagyon sok szerkezeti változást élt meg, hiszen volt, hogy két tagintézménnyel működött, illetve 2012-ben az egész iskola egy másik helyszínre költözött át a Kápolna tér 4 alá. Ez ugye egy teljesen más épület, teljesen más felépítés, és ugye a lehetőségek ott nagyobbak, így a tanuló létszámunk is fokozatosan növekedett. Jelenleg mennyi a tanuló létszám? 560 tanulónk van jelenleg, és ez megkívánta az, hogy a programjainkat is igazítsuk a kor követelményeihez, így ez a matematikás programunk is már a Kápolna téren indult be. És egy utolsó kérdés, most így pillanatokon belül elkezdődik a gálaműsor, mennyire izgul? 1999-ben és 2009-ben is én voltam a Gála műsor vezetője, úgyhogy ezt az utolsó záró aktust nem akartam kihagyni, és így intézményvezetőként is vállaltam, hogy én fogok konferálni a mai napon. Szóval ez azt jelenti, hogy nem izgulós? Belejön az ember mindenképp, de nyilván azért egy ekkora közönség, egy ekkora esemény kapcsán az emberben benne van az izgalom. Amióta nagy vagyok, és ütődött, és nyegle, és idétlen, azóta nem lehet hozzám szólni, de azért szólnak. Pedig tudják, hogyha hozzám szólnak, az olyan, mintha a falnak beszélnének. Ahogy itt előzetesen beszélgettünk, említette, hogy egész nap az édesanyjának a nyomdokait követve, illetve az ő nevét képviselve volt különböző helyszíneken is megjelent. Mennyire könnyű vagy nehéz, főleg így az édesanyja halálát követően, méltóképp képviselni azt, amit az édesanyja neve jelent? Hát bizonyos fokig egy végtelen megtisztelő feladat, de ha nagyon mélyre nézek a lelkemnek, akkor azért ez nem kicsit megterhelő néha, mert ugye az ember maga is szeretne valaki lenni, nem csak valakinek a valakije, és ugye ilyenkor csak Janikovszky Éva fia, ahogy szoktam mondani, egybe, mint a fehér ló fia, így működök, és hát nagy-nagy öröm, de azért ez végül is egy teher is, hogyha, ha, ahogy mondom, lehetek őszinte, de szívesen csinálom, hiszen ez a dolgom, és hát amikor anyám ugye beteg lett, akkor mondta mindig, hogy Janókám, vigyázzam órakiadóra, és a cég volt neki 48 évig a munkahelye, és hát gyakorlatilag a második gyereke. Úgyhogy most így, amikor magamra vigyázzok, akkor kettőre vigyázzok, egyszerre magamra és a órakiadóra. Bocsása, meg nem bántásként kérdezem, de hogy mennyire tudta önmaga megválasztani azt, hogy mit szeretne, amikor gyakorlatilag ezt picit el is döntötték, hogy megkérték rá, hogy mit képviseljen a saját döntése helyett? Hát végül is az, ahogy anyám viselkedett, meg amit ő képviselt, vagy amilyen szellemiségben ő élt és engem is nevelt, az végtelenül humánus és tökéletes képe annak, amit én a gyerekeimnek is nyilván szeretnék átadni. Tehát ilyen értelemben egyáltalán nem okozott számomra ez nehézséget. Tegnap valaki telefonált nekem, és mondta, hogy beütötte a Google-ba, hogy Janikovszky János, és az jött ki, hogy Janikovszky Éva fia. Ami egy kicsit annyiban bánt, hogy én azért csináltam ezt-azt. Tehát én egy, ha szabad így nagyképpen mondani, egy üzletember vagyok, akinek van saját élete, saját teljesítménye. Nem csak az, hogy a Móra kiadó 70 éves jövőre, és ma is piacvezető, ez is egyfajta teljesítmény nyilván, ami nem egyedül az enyém, de azért úttörő és főszerepen volt benne, de más dolgokat is csináltam, ami esetleg hát arra is okot adna, hogy más szemmel is nézzen rám már egyszer valaki, de egyébként ez így van, tehát nem igaz, hogy csak úgy néznek rám, mint a valakinek a valakire, de tény és való, hogy ez egy olyan dolog, amit el kell fogadni, na hát nem megy másképp. Az ember tulajdonképpen egy bizonyos szintig küzd, aztán elfogadja, de aztán hogyan tovább? Hát én azt gondolom, hogy én megcsináltam, ha lehetek nagyképű, vagy szerénytelen, inkább ez a jó, megcsináltam a magam dolgait, tehát én nem lettem író, nem lettem orvos, vagy az apám az volt, tehát nem lettem újságíró, semmi olyan értelemben, tehát semmit olyat nem csináltam, amivel az ő
dolgaikat folytattam volna. Én a saját utamat jártam, én elmentem külkereskedőként, nyugatra, üzletkötőként, és olyan vállalkozásokat csinálok, a Móra kiadó persze kivétel, amik az én saját ötleteimből jöttek létre, és ezek ma működnek. Tehát én azt gondolom, hogy én jól érzem magam a bőrömbe, így is. Tehát így ketten vagyunk, egyik az anyám fiaként működök, a másik meg én magam. Most itt az édesanyja nevét viselő iskolának van egy jubileumi évfordulója. Nyilván nem ez az első és nem is az utolsó alkalom, hogy az édesanyját, mint ahogy kezdtük is, képviseli bizonyos helyeken. Nyilván más, amikor az embernek még él, az édesanyja már életében is már egy nagyon-nagyon neves és elismert író volt, de a halála után talán kicsit másként gondolkodik róla, és talán összesűrűsödik valamilyen szinten a lényeg, hogy mik azok a legfontosabb elvek vagy gondolatok, ami az ő szellemiségének leginkább megfeleltek. Hát most már 16 éve lesz, nem sokára, hogy itt hagyott, és most jutottam el odáig, hogy van erő bennem, hogy átnézzem a fiókokat, amiket az érintetlen lakásban eddig nem nagyon nyitogattam ki. Még hátra van szerintem két komplet szekrény, amiben a fotók vannak, amiket át kellene néznem, 8 mm-es filmek tömege, és ezeket nagyon fontos, hogy feldolgozzam, és most készülök arra, hogy valami egy újságíró barátommal együtt valamilyen olyan könyvet hozzunk létre, amelyben a levelezését, amit sikerült külföldről részben visszaszereznem, egy kicsit a családi fotókat megmutatjuk a talán őt még érdeklő közönségnek. Úgyhogy van egy ilyen nagy feladatom, most turkálok a szekrényekbe, és elképesztő dolgokra bukkanok szinte minden héten, amik nagy örömet is okoznak, meg úgy elgondolkoztatnak. Nyilván most sok minden emlék is előjön, de hogyha egyetlen egy mondatát föl kellene indézni, amit sokszor mondogatott, és a leginkább legmélyebben önben van, az vajon mi lenne? Az, hogy Janókám, nem maradunk senkinek adósa.